19 évvel ezelőtt készítettünk egy interjút egy Kevin Dodge nevű elítélt bűnözővel. Akkor még a rácsok mögött volt. És abban az időben senki sem gondolta, hogy imádkozott azért, hogy valaha kiusson a börtönből, és hogy nem csak imádkozott, hanem ígéretet is kapott rá. Kevin ma szabad ember. Kevin Dodge ma az élet apró dolgaiban is örömét leli. Ilyen vastag matracom van, és nem az a vékony fémlemezre terített. Házi készítésű ételeket eszem, és nagyszerű kapcsolatban élek. A legnagyszerűbb dolog kéz a kézben sétálni a parkban, vagy együtt kerékpározni. Mikor 1989-ben a 700-as klub először találkozott Kevinnel, nem úgy tűnt, hogy valaha is újra részesülhet ezekből az élvezetekből. Életfogytiglani börtönben ült emberrablásért és fegyveres rablásért. Amikor elítéltek, azt mondták, nincs semmi esélyem a megjavulásra. Azt is hozzátették, hogy semmi lehetőségem nincs a szabadulásra sem. Ahogy most visszatekintek, ez a megállapítás helytállónak tűnt. Kevin szembesülve a rácsok mögötti élet kilátásaival elgondolkodott az élete értelmén. Tudtam, hogy nincs békesség az életemben, sem erkölcs, de volt egy mélyebb dolog, a céltalanság. Miért létezem? Már azon kívül, hogy állandóan börtönben legyek. Miközben Kevin egy interjút nézett a 700-as klubban, megtalálta, amit keresett. Láttam az őszintességet abban az emberben. Láttam, hogy az életének valódi célja, iránya van. Mindig is hittem, hogy valahol van Isten, hogy ő Jézus-e, arról fogalmam sem volt akkor, de tettem egy hitbeli lépést, és imádkoztam Ben Kinchlow-val és ezzel a férfival, Gene Neal-lel, és befogadtam Krisztust az életembe. Valószínűleg az első alkalommal döbbentem rá, hogy mi is a bűn, és életemben először igazi bűntudatot éreztem, nem amiatt, hogy elkaptak, hanem az egész életmódom miatt. Kevin tudta, hogy bűnbocsánatot nyert, de azzal is tisztában volt, hogy felelősséggel tartozik a bűneiért, ezért nem is kereste a kiútat. Isten a kegyelem istene, de ugyanakkor az igazság istene is. Ezt gyakran mondom az embereknek. Miféle igazság volna az, ha újjászületnénk Krisztusban, Isten pedig kinyitná a börtön ajtókat? Mi lenne akkor az áldozatokkal? És mi lenne a rendőrökkel, akik az életüket kockáztatják nap mint nap? Mikor Kevintől elköszöntünk 1989-ben, arra készült, hogy egész hátralevő életét börtönben tölti. De Kevin Dodge ma szabad ember. Volt valami, amiről nem beszélt nekünk azon az első interjún. Egy nap, amikor a cellámban imádkoztam, Isten szólt hozzám, és két dolgot mondott. Elhívást kaptam, hogy egy napon gyülekezetekben tanítsak és prédikáljak. A másik pedig az volt, hogy 25 évet fogok letölteni a Vagata börtönben. Mindenki az elítéltek besorolását végző tanács és a börtönigazgató is azt mondták, hogy ez lehetetlen. A fogolytársaim azt mondták, ez abszolút bolondság, és soha nem fogok kijutni a börtönből. Az ítélet szerint Kevin még a feltételes szabadlábra helyezését sem kérelmezhette volna 116 éves kora előtt. Mindegy lett volna, hogy egy évet, 10 évet vagy 25-öt mond. Békességet éreztem. Tudtam, hogy az életemnek van célja, iránya, ezért elégedett voltam. Kevin ezek után arra használta fel az idejét, hogy tanulmányozza az igét és hirdesse az evangéliumot. Mindig a lelkészekkel voltam, és segédkeztem nekik. Az egyik intézetben ideiglenesen lelkésznek is kineveztek 1,5 évre, amikor éppen nem volt lelkészük. Tanítottam, prédikáltam, és közben iskolába jártam. Miközben Kevin a prédikálással és 3 akkreditált képzés megszerzésével foglalkozott, a börtönévek gyorsan teltek, aztán egyszer csak a feltételes szabadlábra helyezést vizsgáló bizottság elé került. Egy életfogytiglanra ítélt átlagos kihallgatása 45 percig tart. Az én első kihallgatásom 4 óra 23 perces volt. A nyilvános kihallgatásra mindenhonnan jöttek. Aztán 5 évre leültettek, és azt mondták, ismét 5 év múlva találkozunk. Azt mondtam, rendben. Kevin ezt követően számos alkalommal került a bizottság elé, de mindig visszautasították. Ám mégsem kételkedett abban, hogy egy napon szabad ember lesz. Egyszer aztán Isten szólt a szívemhez. Nagyon tisztán, nem képzelődés volt. És azt mondta, hogy szabadon fognak engedni. Végül elfogadták Kevin szabadlábra helyezését, és 2005-ben kiengedték a börtönből. Isten betöltötte azt, amit korábban ígért neki.
Isten a reménység istene. Reménységet ad minden körülmények között és minden helyzetben. Elmondhatom, hogy nagyszerű keresztény életet lehet élni a börtönben is, de amikor kijön az ember, az még csodálatosabb. Annál a kegyelemnél még sokkal többet is ad Isten, amikor az ember kiszabadul, mint amit a börtönben adott. Kevin ma segédpásztorként egy férfiakból álló gyülekezetet vezet a Massachusetts-beli Brocktonban, ahol a feleségével Lindával élnek. Jézus azt mondta, hogy elmegy, hogy helyet készítsen nekem. Egy hitvány elítéltnek, akiről a bírók azt mondták, semmi esélye a helyreállásra és a szabadulásra. És igazuk volt, egészen addig, amíg meg nem ismertem a megváltót. Ő Jézus Krisztus. Kész megbocsájtani, kész helyreállítani, és új élettel megajándékozni az embert. Hát nem csodálatos. Ha a bűne is karlátvörösek is, olyan fehérek lehetnek, mint a hó. Ha vörösek, mint a bíbor, fehérek lehetnek, mint a gyapjú. Isten nem megbüntetni akarja önt, hanem meg akarja váltani. Isten nem azt akarja, hogy károkat és fájdalmakat szenvedjen a bűnei miatt. Isten azt akarja, hogy ön szabad legyen. Egy olyan világban élünk, ahol ha az emberek valamilyen bűnt követnek el, akkor valamiféle ideiglenes büntetésben részesülnek. Ez az élet rendje, törvények között élünk. De a mindenható Isten és az ő végtelen bölcsessége képes felülírni ezeket a törvényeket. Kevinnek a törvények szerint jóval 100 éves kora felett lett volna csak lehetősége kiszabadulni, de Istennek más terve volt az életével, mert ő sokkal inkább szeretne használni, mint bántani minket. Isten szeretné önt is használni, és csak akkor kénytelen megbüntetni, amikor vissza akarja téríteni magához. Ez az egyetlen oka ennek. Isten nem akarja önt bántani. Azt akarja, hogy ön is az ő szolgája legyen. És nagyszerű célja van ön számára is. Vannak önök között olyanok, akik lázadnak az Úr ellen. De Istennek mégis terve van az életükkel. Saját maga számára alkotta önt, és van egy terve az ön számára is. Ez az igazság. Van egy terv. Van egy terv, és ha ön alárendeli magát az ő tervének, és hálát ad neki, akkor ő keresztül viszi önt a nehéz napokon. Akkor meg fogja bocsájtani a bűneit. Megtisztítja önt. És meg fogja adni önnek egyedülálló módon a beteljesülést. Hajtsa le a fejét, és imádkozzon a szíve mélyéből, és aztán pedig figyelje, amit az Úr fog cselekedni. Hajtsa le a fejét, és imádkozzon velem. Halkan vagy hangosan, mindegy. Lényeg, hogy mondja utána. Jézus, imádkozzon velem. Jézus, ha rám nézel, tudom, hogy egy bűnöst látsz. De Uram, én azt is tudom, hogy Te látod a kegyelem trónját, Te látod a kegyelem fedelét, és látod Krisztus vérét. És én szeretném Jézus vérét magamra helyezni, hogy az én bűneim is be legyenek fedezve. Uram, Istenem, szeretnék beteljesedni a szellemeddel, és szeretnék a szolgád és gyermeked lenni. Hallgass meg, Uram! Költözz be a szívembe, élj bennem, és tegyél engem azzá, akivé szeretnéd, hogy váljak. A Jézus nevében én megvallom a bűneimet, megtérek, és hozzád fordulok. És köszönöm, hogy meghallgattál, és hogy a szívembe költöztél. A Filippi levél szavaival búcsúzunk, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A holnapi viszontlátásra.